114, 115, 116. 117 perc. Ez a hét szerencsére nem csak a civil szervezetek indokolatlan megzálásának a hete, hanem van ennél sokkal jobb program is. Ez a hét ugyanis az állampolgári részvétel hete is. Ezen a héten rengeteg helyszínen, több száz helyszínen, több száz program várja az érdeklődőket. A mai nap egyik kitüntetett rendezvénye volt az Üres Lakások Menete, amelyet a Város Mindenkiért csoport szervezett. Erről beszélgetünk Csuhai Ágnessel. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mi történt ezen a meneten? Ma? Ön ott volt? A Város Mindenkinek az Üres Lakások Menetéről van, ugye? Így van. Szombaton lesz, de én a tavalyin ott voltam. Szombaton? Ó, akkor én ezt elnéztem. Lesz, de akkor nem, ettől függetlenül, akkor is erről fogunk beszélni. Akár szombaton lesz, akár nem. Én valamilyen oknál fogva azt hittem, hogy ma volt. De akkor még lehet, hogy én is elmegyek, hiszen szombaton ráérek. Hát nagyon is szeretnénk, és külön örülnénk neki. Tehát, hogy mi történik egy ilyen meneten? Hogy képzeljük el? Hogy képzeljék el a hallgatók? Hát a mi Város Mindenkiért csoportunk szervezésében szombaton 2 órakor indul a János Pál pápa térről, a második János Pál pápa térről, elindul a Üres Lakások Menete, amit hagyományként évente megrendezünk. Hát itt sokan, minél többen szeretnénk részt venni, és ez azt jelenti, hogy az Üres Lakások Menete arról szól, hogy a hajléktalanság megszüntetéséről, és hogy felhívjuk az embereknek és a döntéshozóknak a figyelmét, ilyen vonulással most rendkívüli érdekessé tesszük, különböző szórakoztató megmozdulások lesznek, hogy skandálunk, vonulunk, beszédeket mondunk meg, megállunk egy-egy üres lakásnál, vagyis üres háznál, hogy felhívjuk a döntéshozók, a polgármesterek vagy a jelölteket, akit most képviselőknek jelölnek, a figyelmét arra, hogy igenis vannak üres lakások, és mennyi a szegény hajléktalan ember, és a célja az, hogy a figyelemfelkeltéssel a döntéshozók a programjukba iktassák be, hogy igenis nagy szükség van arra, hogy az üresen álló lakásokat lehet felhasználni arra, hogy segítenek a hajléktalan és a rászoruló embereknek. Ezek önkormányzati lakások túlnyomó részt? Igen, vannak önkormányzati és vannak magánlakások. Például annyit tudnék mondani, hogy 31.473 szociális bérlakás van a fővárosban. Ennek a többsége komfortos vagy összkomfortos lakás, és ezek közül legalább 3652 önkormányzati bérlakással üresen, és ez kihasználatlanul áll üresen. És mi azért hívjuk erre fel a figyelmet, mert megfelelő lakás, szociális lakáspolitikára van szükség ahhoz, hogy igenis figyeljenek oda a döntéshozók arra, hogy tudjanak változtatni, mi erre még javaslatot is tudunk adni, hogy hogyan gondoljuk, hogy tudják hasznosítani. Ez engem is érdekelne. Ugye nyilván az önkormányzatok mondhatják azt, hogy ha egy hajléktalannak odaadnak egy lakást, hogy akkor hogyan fizeti a rezsit, nem tudom, a bérleti díjat, tehát nyilván itt vannak olyan típusú aggodalmak, amelyek adott esetben a helyzet nem ismeréséből fakadnak. Igen. Ezzel tudnak ezzel az érvel ellenkezdeni valamit? Hát az az igazság, hogy erről nagyon sokat lehetne beszélni, hogy mit jelent a hajléktalanság, mert a hajléktalanság az nagyon sok szintű, sokrétű emberrel, és most már annyira elhatalmazódott a mély szegénység Magyarországon, hogy ez most már annyira társadalmi probléma, amit csak drasztikus változtatással és szociális alapú gondolkodással lehet megváltoztatni, hogy gondolkozzanak el azon a döntéshozók, amit mi szeretnénk, hogyha odafigyelnének arra a mi javaslatainkra, hogyha szociális alapú gondolkodással arra figyelnek, hogy szociális alapon állapítsák meg a megfizethető áron a díjakat, mert nagyon sok embernek kevés a jövedelme ahhoz, hogy képtelen létezni azért, mert a lakás fenntartásra, a lakhatásra megy el a pénzünk legnagyobb része. Tehát hogy azért
az, aki mondjuk, hát, ha nem is úgy hajléktalan, hogy, hogy folyamatosan az utcán él, hanem hogy hát gyakorlatilag lakásgondjai vannak, de ettől még dolgozik, gyermeket nevel, nem tudom én. Tehát, hogy alapvetően ugye azért erre koncentrálna a kezdeményezés, ha én jól értem. Arról lenne szó, hogy ugye vannak ugye a szociális alapú, vagyis a szociális bérlakások, amik üresen áll kihasználatlanul, ezeket lehetne úgy megoldani, hogy felújításra, újítással odaadni úgy embereknek, hogy vagy ők vállalják, vagy képesek arra, hogy meg tudják azt oldani, hogy feljavítják, és tudjanak abban lakni megfizethető áron. Igen, figyelek. Azt szeretném elmondani, igen, hogy vannak terveink arra, hogy ugye az a célunk, hogy senki ne kényszerüljön az utcára, és ugye a lakhatás az emberi jog, ami nagyon fontos nekünk. Igen. Főleg ugye figyelembe véve, hogy a egyes önkormányzatok pedig még a hajléktalanoknak a egyébként saját kezüleg összerakott kis sufniaikat is lebontották. Tehát... Igen, és az a baj, hogy a hajléktalan emberek hatósági üldözése nagyon elfogadhatatlan, embertelen, és a erről szóló fővárosi rendelet a szabálysértési törvényben megtalálható, ugye, hogy a közterületi hajléktalanság, a kunyhóépítés kriminalizációról szóló rendelkezés nem más, mint a hajléktalanság kriminalizálása. És ez szörnyű, hogy biztosítani kellene a kunyhóban élő embereknek, hogy jogos hatósági eljárások legyenek, és a méltányosságot is figyelembe kellene venni, hogy senki ne kényszerüljön az utcára, és hogy emberek ezrei alszanak közterületen a szabad élet vagy a maguk építette kunyhókban, és hol van az emberi méltóság? És ugye összeegyeztethetetlen az, hogy túlzsúfolt és élősködőktől fertőzött tömegszálláson. Én voltam a Dankó 15-ben, én mozis voltam, de a lélegzetem elállt, és még a lelkem most is felborul attól, amit ott láttam, hogy lépcsőfordulóban alszik az ember, az ágy alól kinéz a nő. Éppen ezt akartam kérdezni, hogy önnek mennyi tapasztalata van a hajléktalansággal? Hogy én csak nem voltam, de én voltam szállón, és bizony ülve voltam, mert jöttek a poloskák. És mentem a szocmunkásomhoz, hogy nem bírok már egy hete aludni, mert előjönnek, és nem tudják kiirtani. Ezt senkinek nem kívánom. De van lehetőség arra, hogy akár az elsőként lakhatási programot, amit széles körülben kellene alkalmazni, célzott lakhatási támogatásokkal, a köztes lakhatási formák szobabérlőkházák megerősítésével lehetne biztosítani, hogy ne a közterületen aludjanak az emberek. És van valami kapcsolatuk egyébként mondjuk az önkormányzatokkal? Tehát, hogy... Mi tartjuk a kapcsolatot, keressük a kapcsolatot, vannak jó kapcsolatok. Például a 10. kerületi önkormányzattal nagyon jó a kapcsolatunk azért, mert ugye utcáról lakásba, erdőből lakásba már megtörtént tavaly előtt 2 lakást újított fel az önkormányzat, igen. Diákok segítségével, önkéntesekkel, mi magunk hajléktalan emberek is összefogva, így javítottuk, építettük, és a Habitattal együtt, szakemberi irányítással is 2 pár jutott lakásba. Az idén szintén 2 lehetetlennek tűnő lakhatási lehetőségekkel felújítottunk 2 lakást, úgyhogy ezek fantasztikus lehetőségek az embereknek, hogy emberhez méltó körülmények közé juthatnak. Ön mióta foglalkozik ezzel a kérdéssel? Mert hogy... Én? Igen. Mert hogy... Hát, hogy annyira jól és lendületesen beszél róla, és hogy... Tehát, hogy már nagyon jó hallani. Én vagyok, őszintén mondom, hogy én azt sem tudom, hogy hogy mondjam el értelmesen, mert én már több felkészítésen túl vagyok, és én próbálom koncentráltan elmondani. Teljesen jó. Szeretnénk a szociális bérlakásokat, amit most nem tudom, elmondhatom-e így, hogy követeljük a szociális bérlakásokat, és igen, azoknak a fejlesztését és az egységesítését és elérhető áron, mert nincs munka, nem tudják megfizetni. A munkára is szükség lenne. És a javaslatunk az lenne, hogy a magánlakásokat pedig ilyen ingatlan
lakásügynökségeket kellene létrehozni, külföldi példák vannak, akár Franciaország, ahol ezeket a tulajdonosok felé biztatni szeretnénk a lakásügynökségek segítségével, hogy ők merjék kiadni. Az ügynökség vállalná az állagának a megóvását, és figyelne arra, hogy aki kibérli, az tudja fizetni megfizethető áron, és ez egy kapocs lenne a lakó és a kiadó között, a magántulajdonban lévő lakások tulajdonosainak, vagy esetleg azokat megadóztatni, akik nem akarják kiadni, azokat ráfordítani a támogatásra. Mert én sajnos már én éltem úgy, hogy szörnyen, de ezt a 10 évet el akarom felejteni, és én ezekért az emberekért élek, hogy tudjam őket segíteni, biztatni arra, hogy van lehetőség, remény, és még a magántulajdonúra azt szeretném elmondani, lehet, hogy egy kicsit kapkodok, hogy mit is mondjak, hogy nagyon nagy szükség van a szociális lakáspolitikára, hogy odafigyeljenek arra, hogy igenis nagy szükség van a szociális bérlakásoknak a fejlesztésére, és hogy az emberekre figyeljenek oda is, hogy igenis méltó lakhatást tudjanak biztosítani, és ez kinek a feladata, a kinek a felelőssége, ki vállal az emberekért felelősséget, nem csak azokért, akik az utcán itt fekszenek, hanem aki küszködik és kölcsönkér, mert nem tudja, jön az unokája, nem tud enni adni neki, matematikailag ki van számítva a pénze, kölcsönkéreget, azt se tudja, hogy a visszafizetéskor inkább nem eszik, mert kifizeti a csekkeket, úgyhogy valahogy nagyon nem jó van ez. De kérdezzem. Kérdeznék én nagyon szívesen, de sajnos az a baj, hogy eltelt az időnk. Nagyon köszönöm, hogy itt volt, és nagyon teljesen világosan és nagyon összefogottan mondta el, és abszolút megértettem, hogy mi ennek a menetnek az üzenete, és remélem, hogy a rádióhallgatók is megértik, de ennél sokkal fontosabb lenne, hogy az önkormányzatok és az ezzel foglalkozó hatóságok is megértsék, hogy mi a kérés, mi felé a kérés. Igen. Ennek a választások és a jelöltek és a döntéshozók figyelmét és mindenki figyelmét szeretnénk arra felhívni, hogy nagyon sokan vagyunk, tarthatatlan ez az állapot, és én, mint nagymama, nekem már nincs 10-15 évem egy újabb rendszert úgy megélni, hogy még várjam ki abból, mi lesz, és 2 gyerekem van külföldön, ezt kellene megállítani. Egyetértünk. Értem, abszolút. Nagyon köszönöm a lehetőséget. Én köszönöm, hogy elmondta nekünk. Hogy merjenek választani, jöjjenek el az üres lakásmenetre, János Pál Pápa tér. Igen, ez a volt köztársaság tér, hogyha esetleg a... Igen, és a Hunyadi térig megyünk. Hunyadi térig. Jó, köszönöm szépen, és ez szombaton délután 2-kor lesz. Igen, nagyon köszönöm, és köszönöm mindenkinek. Nagyon szívesen, én köszönöm, hogy itt volt. Viszont hallásra.